Giuseppe Skarika Márza nevet tényező és fogalom a magyar gasztronómiában. Húsz éve érkezett Magyarországra, informatikusból lett először hobbista, olajszakértő, később pedig sikeres kereskedő. Ő látja el Magyarország legjobb éttermei csúcsminőségű olívaolajakkal és egyéb olasz alapanyagokkal, néhány éve pedig prosperáló saját delikátes üzlete, és most már webshopja is van. Giuseppe mennyi idő volt, amíg a egy személyes sóból, egy szenvedélyes olívaolaj szakértőből egy sikeres vállalkozás született. Ez körülbelül 15 év. Ugye úgy kezdődött, hogy én magamnak találtam ki a... Tehát találtam, fedeztem fel az olívaolajakat, utána jöttek a többi termékek, aztán jött igény arra, hogy azoknak, akik megmutattam, hogy mik vannak az olasz piacon, és innentől kezdve kezdett egy kicsit így tovább lépni a játék. Ugye a 15 év, amit említettél, az egy elég komoly etap, az nagyon hosszú igen, időszak. Igen. Közben azért mondhatjuk azt, hogy elég csendesen építkeztél, tehát de nagyon nem azt az utat képviselted, amit nagyon sokan, ez egy tudatos döntés volt, vagy egyszerűen csak így alakult? Is is, mert egy része arra kell gondolni, hogy én nulláról kezdtem egy szakmát, tehát elhatároztam, hogy, hogy olajban megpróbálok mindent, amit lehetséges információt beszippantani én szeretnék lenni az, aki a legtöbbet tud az Úgy Úgyis ez olyan cél, amit nem tudsz megmérni, mert nem tudhatom azt, hogy más ki mennyit tud. Tehát innentől kezdve csak egy, egy előre néző cél volt, amit soha nem érsz el. Jól értem azt, hogy akkor első körben nem is az volt a cél maga, hogy egy sikeres vállalkozást építsél nem, fel, abszolút, hanem hogy igen. az adott területen, tehát az olajban te legyél a top szakértő? Igen, igen. Utána jött az, hogy jó, hát ha van érdeklődés, akkor miért nem osszuk meg a, ezt a, ezeket az információkat az emberekkel. Mai napig az a jó abba, amit csinálok, hogy amit élvezek, hogy bejönnek emberek, nem úgy mondan az utcára, hanem viszonylag céltudatosan, és időt tudunk egymásra fordítani. Ők azzal jönnek, hogy van idejük hallgatni, és én pedig nagyon szívesen hogy elmondom, amit tudok, aztán nyilván mindenki azt kezd vele amit akar. És ez a személyes kommunikáció, ami neked védi egyed, -egy, meg abszolút ugye, egy kulcsfontossága a te vállalkozásodnak, ez meddig tartható? Tehát, hogyha elkezd mondjuk növekedni... Megpróbáljuk megtartani, most hárman dolgozunk, most elindítottuk a webshopot, az is hát bőfél év munka volt, amit még egy negyedik ember csinál, és meglátjuk, hogy ezzel mi lesz. Kicsit még ugorjunk vissza. Ugye mondjuk Olaszországban mindenkinek van köze a gasztronómiához, tehát ott nagyjából értelmetlen feltenni azt, hogy lap. hogyan kapcsolód el jó. a gasztronómiát. De volt-e mondjuk a szülők között valaki olyan, aki a magára erre a vállalkozói létre inspirált volna? Ugye ez egy nagyon hát, más. Igen, fal. mert végül is apámnak volt egy családi vállalkozás, tehát egy informatikai cége, tehát az impulzus is onnan jött. Persze ő azt szeretett, szerette volna, hogy én inkább cégvezetőnek tanuljak. Igen, pont nem érdekelt az a része. Paradox módon most azt csinálom. Hány hát, órát dolgozom mondjuk egy nap? 12 t az biztos. És az a baj, hogy utána hazamész, és még mindig gondolkozol rá. Na persze, azért megy magától a háttérbe a háttérzany. És neked milyen technikáid vannak a kikapcsolásra, meg a feltöltődésre, hogy ne, ne kattogjon folyamatosan az agyad? Hát például a hétvége közel szent, tehát majdnem, majdnem, azt mondom, hogy nincs olyan hétvég, amikor dolgoznék. Előfordul, persze évente egy párszor előfordul, de azt az inkább azt mondom, hogy a kivétel, ami erősíti a szabályt. És a szüleid végül is hogy reagálják le, hogy egy ilyen sikeres hát, vállalkozó lettél? Érdekes, mert, mert ugye anyukám, amíg informatikáztam, azt nem olyan értette, hogy most mivel foglalkozom, mert ugye web oldalak, meg adatbázisok, meg ilyenek, ez teljesen idegen volt neki. Apám nagyjából ahogy sejtette, megértette. Szerintem jól. Most mind a kettő picit úgy megnyugodott, hogy nincs elveszve a gyerek, és van miből élnie. Élet legjobb olívaolaja? Hát szerintem a legelső születlen olaj, amit kóstoltam. Hát az olyan volt, mint egy tetoválás, tehát ott maradt törökre, még a mai napig érzem az ízét, ha visszagondolok. Ez hol? A a családnál, igen, igen, igen. Hát az volt az oka annak, hogy hogy elkezdtem ezzel foglalkozni, mert amikor meglátogattam őket, ugye érdekelt az olaj, és kutattam, elmentem egy termelőhöz, és pont akkor ugye szüret volt, ott volt a szüretlen olaj, adtak egy palackot, hazavittem, és nem hittem el, hogy lehet ilyen. Az olajbizniszben van olyan ikonod, akire példaképként tekintesz? Hát a Gennára, aki akitől tanultam a legtöbbet, abszolút, tehát hogy minden szempontból, meg igazából az egész családjára, mert az egész család. Ez a, Montekia, a Montekia, tehát Montekia ott családja magának. Családja, így van, mm -hmm. így van. Ha nem számít pénz és nem számít idő, és jön most egy jó tündér, és azt mondja, hogy egyet kívánhatsz, akkor mi az az álom, amit nagyon szívesen megvalósítanál? Hú, ez most megfog, mert igazából ilyen nem nagyon van. Talán azt mondanám, hogy, hogy ha tovább tudnék úgy élni, hogy egészségesen, és, és ne legyenek konkrét problémáink körülöttem. Tehát, hogy, hogy normálisan, egészségesen, és, és, nyugodtan élni. Azt, azt igen, azt most azonnal aláírnám. Megoldás a tiszta sikerhez. Mastercard üzleti kártyák.